És ennek kapcsán szeretnék itt üdvözölni Haraszti Gábor Sándort, akit most rövid önéletrajzában mutatnék be önöknek. Haraszti Gábor Sándor vagyok. Pécsett születtem. Iskolai tanulmányaimat Pécsen végeztem, a Vegyipari Gépészeti Középiskolában szereztem szakérettségit, majd munka mellett a Pécsi Tudományi Egyetem több karán folytattam tanulmányt. Így szereztem külkereskedelmi üzletkötő, okleveles HR, minőségirányítási szakember, szakmérnök, okleveles felnőttoktatói szakértő végzettségeket. Munkám során oktattam a Pécsi Tudományi Egyetem felnőttképzési és emberi erőforrás karán, itt a minőségügy területét oktattam, valamint a kar minőségügyi vezetője voltam. Az oktatásban meghatározó a hallgatóknak a tananyag hosszú távra történő maradandó megjegyzésének elérése. Ehhez kezdtem el vizsgálni a tanulás hatékonyságának kérdését. A nagy kérdés a tudat megismerése és a hatékonyság miben léte. Az ember mitől tud? Mitől marad meg a megtanult ismeret? E kérdés hozta a másik terület ismereteit, a lélek és a tudat kapcsolatát. Ez a téma annyira érdekes, bonyolult a maga megismerhetetlenségében, hogy a meglévő kutatási tudományos adatok vizsgálódásával kezdtem el foglalkozni. A saját élettapasztalatom, a környezetemben élő emberek viszonyulása, a tudat és a lélek kérdésének adott anyagot ehhez a témához, mely tudást és tapasztalatot tárom önök elé egy kötetlen, nem tudományos előadás során. Tehát köszöntöm nagy szeretettel Haraszti Gábort, és felkérem az előadás megtartására. Köszönöm szépen, hát kezdeket csókolom, mert hölgyek vagyunk itt. Jelen hárma vagyunk, és a kérdést a kacsit nem láttam, az ispán is előkerült. Tehát a bevezető elhangzottak alapján próbálok, hát nem próbálok, mert fogok beszélni a tudat és a lélek kapcsolatáról. Egy olyan kérdésről, amit az emberiség a tudat ébredésétől már szeretne megtudni. Ez az folyamatosan egy komoly érdeklődést jelentett az embereknek, hogy egyáltalán mi az a tudat, hogy marad meg bennünk, hogy alakul ki, és mi az, amit léleknek nevezünk egyáltalán. Szóval valamikor azt mondjuk, hogy a lélek és a tudat az egyenlő, megegyezik bennem. Az ókorban is már nagyon sok mindent feltételezhet a tudás, hogy hogyan marad meg bennünk ez a tudat, amit az előbb itt a bevezetőből így mondott. Tehát az iskolában is az volt a lényeg, hogy a hallgatóknak hogy lehet maradandóan átadni a tudás, hogy meg is maradjon bennünk, mert ugye az ember sokszor tapasztalja, és hát mi is vagyunk itt, ha belegondolunk, hogy az emlékezetünkben úgy gondoljuk, hogy megvan, és amikor szükségünk van rá, akkor mégse találjuk sok esetben, tehát nem tudjuk, hogy merre keresünk. Nagyon sok irodalom foglalkozik ennek a kérdésével. Az egyik, amit én olvasom, ez a Metafora Masina című könyv, és ami nagyon nagy hatást is tett rám, hogy hogy gondolták el a régiek a tudás megmaradását. Ugye mindig a technikai fejlettség volt, ami befolyásolta a gondolkodást. Mindig az volt, ami gyakorlatilag valami elképzelését adta annak, hogy hogyan tudjuk megegyezni a dolgainkat. Ugye a rómaiaknál agyatáblákra, palattáblákra írtak, és hát valahogy úgy képzelték el, hogy az agyunkban is van egy olyan rész, ahol ezek feljegyzésre kerülnek, és hogy az agyatáblát is lehet törölni, és tiszta lesz, majd megint lehet írni adatokat, hogy valahogy eltárolja az agyunk ezt a dolgot. Mert később, amikor a technika felült, akkor egész bonyolult képek is kialakultak, tehát a fényképezés, hogy lefényképezi az agyunk a dolgokat, és azokat megegyezzük. Egy biztos, hogy amit látunk, születésünktől kezdve, vagy az anyaméhen belül, azok az információk, hogy a szemünkön keresztül eljut, azt mind meg tudjuk jegyezni, és életünk végén bennünk van, csak nem tudjuk elővarázsolni őket. Tehát nem mindig tudjuk elővenni ezeket a dolgokat. Maga az agyvizsgálata is már a római korban élő számításunk után, Krisztus után 130-ban Galénus nevű doktornak köszönhetően elég jó megközelítésbe vizsgálta az agyat, hogy az hogy működik, milyen funkciói vannak. Aztán a 16. század elején Leonardo da Vincinek köszönhető a felfedezések, amikor már boncolni lehetett, és az agyat már nagyon jó le tudta rajzolni, tehát olyan információkat tudtak hozni, hogy hogy lehetnek azok a tudatok, milyen nagykamrák vannak, azok hogy tárolhatják. Hát ahogy arra nem jutott még kép, de legalább már tudták, hogy valami működik. Aztán egy
Vasselius nevű spanyol orvos volt, aki rettentően mai napig is ezeket az ábrákat használja, az orvostudomány és a tanításnál ezeket az ábrákat használják, aki feltérképezte és lerajzolta az agyat, hogy hogy néz ki, az agytekervényeket, már a belső állományt is jól feltérképezte. De még mindig nem tudták, és mai napig sem tudjuk, hogy azért hogy működnek ezek a rendszerek, milyen összefüggések vannak köztem. Az orvostudomány eljutott arra a szintre, hogy ugye már a kémia és a fizika fejlettségi fokán bizonyos vizsgálatok elvégzésével rájöttek, hogy az agyban lévő idegsejtek egymással kommunikálnak, egymásnak jeleket adnak el. Kémiai folyamatokat indítanak el, ami aztán elektromossággá alakul, aztán a következő idegsejtben egy kémiai folyamatot indít el, az megint elektromosságot fog generálni, és így szépen lassan adják át egymásnak az információt. Azt is ki tudták számolni, mérések alapján igazolták, hogy ennek az információ terjedésnek a sebessége 50 km per óra. Tehát az emberi szervezet nem olyan nagy kiterjedésű, tehát ez a sebesség tényleg egy gyors folyamatot generál, tehát ha valamit megérintünk, akkor nagyon hamar ezer másodpercek alatt érezzük, hogy hideg, meleg, forró esetleg. De igazából, hogy belül a tudatunkban az hol rejtőznek ezek a folyamatok, nem tudjuk. Amikor elkezdünk gondolkodni, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy milyen logikusan tudunk gondolkodni, mert szépen a tanultak alapján összeállítjuk azt a folyamatot is, megvan az eredmény. Vizsgálatok azt mondták, hogy ez nem igaz. Az agyunk nem logikusan gondolkodik, az agyunk egy hálózati rendszerben működik, nagyon gyorsan, és az eredmény az logikusnak tűnik. Tehát azt mondjuk, hogy logikusan gondolkodtunk, holott nem egészen, mert a benne lévő információkat rakja össze, és ebből össze tudja állítani ezt a tudást, ami szükséges ahhoz, hogy bármit elvégezzünk, megértsünk, vagy a megtanultakat elő tudjuk varázsolni a gondolatainkban. Ugye megint felmerült a kérdés, hogy akkor a tudás az most a lelkünkkel egyenlő, vagy igazából nincs hozzá köze? Ugye a vallás, a Biblia az úgy határozta meg, hogy a fizikai valóságunk van, és mellette a lelkünk. A lelkünk az, amelyik működtet minket, a lélek az, amelyik generál bizonyos funkcióknak a működését, és hát amikor ugye az ember elut arra a szintre bármilyen oknál fogva, hogy a lélek távozik, akkor megáll. Az élet is nem megy. Ez egy örök kérdés, és ma is az orvosodalán egy nagy talány, amikor a tudós fog két patkányt a kezébe, az egyik az pár perc előtte döglött meg, a másik az még vérgonckodik, és néz, és azt mondja, hogy mind a kettő ugyanaz. Tehát fizikailag ugyanazok az összetevők vannak benne, ez mozog, ez pedig nem. Miért? És hát ugye a lélekszóból a Biblia és a valláson keresztül nagyon sok metaforikus képre meg, hogy ki leheli a lelkét, elhagyja a testét a lélek. A tudomány ezen a területen is nagyon kíváncsi. És megpróbálták kutatásokkal igazolni, hogy van lelke az embernek, és ennek van valamilyen fizikailag is mérhető paramétere. Úgy próbálták meg igazolni ezt a tudósok a kísérletek alatt, hogy a haldokló embert egy mérlegre helyezték, egy rettenetlen pontos és érzékeny mérlegre. És akkor bekövetkezett a halál dáta, akkor nézték, hogy a mérleg mutat-e valamilyen eltérést. Mutatott nagyon minimális eltérést. Persze itt megint feljön az a kérdés, hogy ez valóban egy igazolható és tudományos kutatásnak felfogható dolog, vagy más okból csökkent az ember súlya annak a pillanatnak a következtében, nem tudjuk. Tehát nagyon érdekes a dolog, és ma már azért eljutott oda az agykutatással foglalkozó tudományos csapatnak egy része, hogy sajnos soha nem fogjuk megtudni, hogy hogy működik az agyunk. Tehát vannak róla információink, vannak róla képeink, de az, hogy valójában hogy működik, hogy azok az adatok hogy tudnak bent lenni, nem tudunk rájönni. Tehát valahogy a teremtő, az univerzum, vagy akinek köszönheti a Föld, az emberiség ezt a létet, arra már nem tartotta méltónak, vagy veszélyesnek tartotta, hogyha ez is megismerteti az embert, ugye mert így is nagyon sok mindenben a tudomány, hát nagyon merészen és bátran előre haladva olyan eredményeket is produkált, aminek hát az elég komoly következményei vannak, ugye statisztikai adatok születtek erről, és sajnos ezt kimutatták kényszerűen, hogy a tudomány, a kutatásai és a tévedései folytán több embert ölt meg a Földön, mint az írott történelemben fellett háborúk adatainak összessége, és ebben a második, az első háború is bent van. Csak hát az ugye a tudomány egy kicsit másképp kerül szempont alá, és másképp működik, tehát nem vettük annyira az okon ezt a dolgot, mert azt mondjuk, hogy vannak ennek hát hasznos vonzatai is. Aztán ugye, amiről beszéltünk, hogy mi az a tudat egyáltalán? Az, amit tudunk, az a tudat, vagy pedig az, ami mozgat minket, amit
emberek vagyunk és különbözőek. Ugye nagyon érdekes az ember fizikai felépítésű, az ujjanyomatunk és a Szent Iris összetétele mindenkinek különböző. Tehát nagyon sok milliárdan voltunk már itt a Földön is vagyunk jelenleg, és mégis különbözőek vagyunk. És a tudatunk is egy kicsit különböző, ami a lélekkel is már összefügg. Tehát ez a különbözőség a lélekből adódhat, mert különben egyformák vagyunk, tehát elmegyünk egy orvosi vizsgálatra, akkor helyek közel egyforma a vérösszetételünk, a fizikai felépítésünk, reagálásunk bizonyos folyamatokra, és hát ez a tudat az, ami mégis valahol megkülönböztet minket a másiktól, és ahol egyének tudunk lenni. Ugye mondtam, hogy a tudatot hogy képzelték el a rómaiak, hogy palatáblára felírva, aztán eltérek később majd fotóképekben. Freud volt az, aki igazából foglalkozott földi létünkbe egyedül, és valahol eljutott a pszichodinamikán keresztül a lélek kérdéséhez. Hát ő volt az, aki, és mai nap is se foglalkozik senkivel, tehát hogyha elmegy az ember orvoshoz, akkor a lelki problémákkal nem foglalkoznak, ugye az orvos csodálkozik, hogyha elmegy a laborba az illető, minden rendben van, az eredmények azok negatívak, semmi eltérés nem mutat, és a beteg mégis betegnek érzi magát. Ha nem tud mit tenni, elvégi az egyik szakirodalomba a szerző, hogy ilyenkor a beteg két dolgot tehet, vagy tünetet vált, vagy orvost. Sajnos tényleg van. Hát vagy egy önmaga gyógyítási folyamatával kezd, ami sajnos nagyon nehezen tudnak az emberek, és hát majd később erről beszélünk, hogy ennek mi lehet az oka. De Freudra visszatérve azt mondta, hogy az embernek a lelkében igazából három funkció, három összetevő létezik. Az egyik az az ős ösztön, ugye az az egónak nevezett, amiben a teremtéskor belénk rögzült folyamatok vannak. A létfenntartás, ugye Freud az a szexre vezette vissza ezeket a különböző lelki problémákat. Tehát úgy fogalmaz az egyik ilyen írásában, hogy gyakorlatilag ugye a szexuális vágyakat ösztönszerűen elfolytás nélkül akarja ez az ego felszínre hozni. Tehát abban a percben, hogy igénye van rá és lehetőség, akkor mindjárt szeretné kielégíteni. Aztán van a másik ösztön, a felettes én, amelyik már egy kicsit megpróbálja ezt kordába tartani. Tehát az már figyel arra, hogy akkor alkalom is a helyszín. Tehát legyen egy megfelelő háttér lehetőségek hozzá, tehát ne csak az ösztönünk legyen. És hát van a legfelső énünk, amelyik aztán kordában képes tartani ezt az egész folyamatot. És ez a hát, tehát amikor azt mondja, hogy hát azért vannak társadalmi normák, vannak bizonyos erkölcsi, etikai normák, amik megakadályoznak abban, hogy esetleg ezt megtegyem. És nem csak erről szól a dolog, hanem nagyon sok minden, de az ember néha van, mikor rettentően ideges, és a szíve szerint azonnal megoldást tudnak találni valamilyen problémára. Mondjuk egy polgár reklamációnál az emberhez nem úgy szólnak, vagy nem úgy reagálnak, főleg amikor ideges is ráadásul. Tehát akkor az ösztönös énünk az kihúzna a pult mögül az emberkét, és hát ellátná baját. Ugye a másik azt mondja, hogy nem lehet, hogy itt a biztonság győri, és hát ennek nem lesz jó vége ránk nézve sem. Ugye a felelteisén azt mondja, hogy hát azért nem ez a megoldás, egy kicsit másképp kell az egészet látnunk. Tehát működik bennünk, és ezt a hármas felépítés azóta is elfogadja az orvostudomány, elfogadja minden olyan filozófiai nézet, aki a tudattal foglalkozik, hogy valóban ezek működnek. De aztán Freud után igazából nem nagyon foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tehát egy kicsit elsiklott a dolog. Gyakorlatilag legalábbis az én meglátásom szerint a 18. század végén, 19. század első harmadáig, tehát másképp működtek ezek a folyamatok, és itt kezd megjelenni a lélek. Tehát amikor a családon belül van egy olyan tudat, ami a léleknek is köszönhetően működik. Amikor el tudok fogadni mást is, amikor el tudom fogadni másnak a nézeteit, amikor nem csak a saját elképzelésemet akarom esetleg mindenáron megvalósítani, egymásra voltak utalva még az emberek talán. Tehát nagy valószínűsége ez okozta a folyamatba ezt a rendszer. A másik, amit meglepő módon pont egy pszichológiával foglalkozó szakirodalom is ír, hogy maga az, hogy mi most itt vagyunk ilyen minőségben és ilyen gondolkodással, ilyen tudással emberek, ez nagyon hosszú folyamat eredmény, ez 1 millió évig tartott ez a folyamat. És a 19. század közepétől, végétől megváltoztak a körülmények.
Tehát olyan technikai fejlődésnek vagyunk a részesei, amire az ember nem készült fel az 1 millió év alatt. Tehát nem erre készültünk, amiben most élünk. Tehát sokkal nyugodtabb, sokkal kényelmesebb, lassabb tempójú életre készültünk, és ezzel szemben rohanunk. Tehát sok esetben, hogyha végigondolja az ember napközbeni dolgait este, akkor néha amikor fehér foltok van, vagy ezt is, mit is csináltam, mi történt? Ott van, elő kell szedni, meg lesz, de nagyon sokszor elfelejtjük, mert rohanunk és nem erre készülünk. És hát a pszichológusok is azt mondják, hogy sajnos az emberiség egy hatalmas kutatólaborba került, és mindegyik egy nagy kísérletnek vagyunk a részesei, hogy mi az, amit el tudunk még viselni, mi az, ami még bele tudunk kerülni, és hát melyik azok a folyamatok, amikor aztán már azt mondjuk, hogy nem megy tovább. Tehát nagyon sok betegséget is elővezetnek vissza. Ugye az ember hajlandó önmagát túlbecsül, és azt mondja, hogy a környezetet tönkretett, tehát részben van benne igazság, mert az is sok rombolást végzett az ember. De azért annyira nem, hogy ez a mi mindennapi életeinkre nagyon nagy hatása legyen. Ugye az egyik ez a globális felmelegedés, hogy hát az emberek, ugye a gyárak, a gőzök, stb. Aztán ma már egyre több tudós azt mondja, hogy nincs hozzá köze. Tehát nagyon kicsik vagyunk ahhoz, hogy mennyire befolyásoljuk a föld légkörét. Ez egy olyan folyamat, ami tőlünk függetlenül jön létre, pólusváltás és más egyebek, de igazából nem vagyunk ennek a gerjesztői, az elszenvedői vagyunk, és itt van az a lélek, hogy ezt el tudja viselni, tehát fel tudja dolgozni, egyáltalán azok a társadalmi folyamatok a lelkünkre milyen hatással tudnak lenni. Ma már a technika olyan szintre jutott el, hogy az emberek úgy érzik, és persze megint egy csalódás, tehát egy olyan vízió, ami nem igazán valóságos, hogy önállóan is képes vagyok élni. Tehát fel tudom tartani magamat, meg tudom teremteni az élethez szükséges dolgaimat, tehát minden olyan eszközt, tárgyat, élelmiszert meg tudok venni a munkám által, amit mondjuk még a 15. századig nem lehetett. Csoportosan értek az emberek, tehát hogyha valaki kiközösítettek a közösségből, mert olyan tett, amit a közösség nem tudott elfogadni, vagy azt gondolta, hogy ez rettentően káros, mint a közösségre. De hát azért gyilkolni nem akartak, mert a következményektől féltek már, mint a túlvilági következménytől, hogy egyszerűen kiközösítették az illetőt, kitették a településről, kiment az erdőbe, és hát biztos, hogy egy-két hét alatt, vagy hónap alatt a halálát elte, mert nem volt képes fenntartani önmagát. Ugye már ez megszűnt, és ezek okozzák azt a csalódást, hogy hát akkor itt olyan nagy gond nincs, mi olyan egyéniségek vagyunk, akik mindent tudunk, hát a lelkünkkel mi nem is foglalkozunk. Nagyon sok esetben ez olyan tabu téma. Lehet, hogy nincs is. Úgy gondolunk rá, hogy hát ezzel kell beszélni, mert semmi köze a dolgokhoz. De nagyon sokszor lehet hallani, hogy lelketlen, főleg a régebbi századokban, vagy még a 20. században is, ma már ilyen nem nagyon lehet hallani, hogy lelketlen valaki. Tehát menő, jó menedzseri magát, nagyon be tudja osztani az idejét. Hát a másikat a taposod, hát az kit érdekel, ugye, hát, hogyha a másik olyan, hogy hagyja magát, akkor így állt. Tehát nagyon nehézek ezek a dolgok, és igazából itt jönnek azok a kérdések, hogy gyakorlatilag mi is kapjál nekünk ezzel a vélet dolgokkal foglalkozni. Tehát, hogyha valaki a lelki összönökre hallgatva, az igazi emberi összönökre hallgatva nyíltabban kezd beszélni esetleg, vagy a viselkedésével sokkal megértőbb toleránsa, akkor ezt ma nem úgy fogadják el, hogy ez egy jó ember, legalábbis én azt tapasztalom, hogyha valaki másképp látja, akkor jelöltsön ki, egy kicsit degrásnak nézi, csúnya szóval hülyének. Tehát ez mit akar? Hát nem kerítem feláldozni önmagadat, ne hagyját a másiknak, inkább de annyit lehet, és először a történet. És ugye az a előadásnak is az egyik cím, hogy mi is ki a lelket kapuját, hogy kimerjük-e nyitni a lelkünk kapuját. Hogy megmerjük-e mutatni önmagunknak elsősorban, hogy egyáltalán mi kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen vágyaik vannak, a másikkal szemben milyen a kapcsolatunk, mit tudunk elfogadni, mit tudunk adni a másiknak. És az a következő lépés, hogy a másiknak is megmerjük-e mutatni a lelkünket. Merjük-e vállalni azt a kockázatot, hogy esetleg nem értenek meg, hogy másként tekintenek ránk. Nagyon sok ember van, aki valamilyen jelet
tesz magára, mert ezzel próbálja meg erősíteni a saját énjét, a saját lelkét, hogy egy támaszt ad neki, és ez a támasz számára nagyon fontos. És kérdés, hogy el tudja viselni, hogy a másikak hogy fogadják ezt a dolgot. Tehát nagyon sokan mondják, hogy hát igen, nem érdekel a másik vélemény, ami persze nem igaz. Olyan ember nincs, akit a másik véleménye nem érdekel. Legfeljebb megpróbálja mutatni, hogy mennyire erős. Megpróbálja mutatni, hogy engem nem fog itten senki rossz hangulatba hozni, de amikor magában van, egyedül van, vagy lefekszik este és elalvás előtt, akkor bizony lehet, hogy eszébe jutnak ezek a dolgok. És akkor jó lenne, hogyha lenne egy olyan támasz, egy olyan lélekbarát, úgymond, aki ezeket a folyamatokat tudja kezelni. Aki meg tudja érteni, akivel el lehet beszélgetni, aki azt mondja, hogy igen, ezt jól csinálod, vagy hát vannak olyan dolgok, amiket nem jól csinálsz, mert ezeken kéne változtatni. Egyébként ugye nagyon érdekes ez a külső megjelenési forma, ugye most megint divat lett a tetoválás. Van egy felmérés, ami a tengerészek között készült a 17.-18. században, és hát ugye a tengeren után össze van az zárva hónapokig, tehát ő egy hajót 3-4 hétig tart, de míg elmegy egyik helyről a másikra, a sörlet bejárja, hónapokig együtt vannak. És azt vizsgálták, hogy ezek az emberek hogy képesek elviselni egymást. Főleg férfi emberek, akik ugye eléggé sajátos módon tudják az életet értelmezni. És azt derítette ki a vizsgálat, hogy a tetoválásnak köszönhetően tudtak valami olyan jelet önmagukra föltenni, ami képes volt a lelküket megnyugtatni, kordába tartani. És nem is, de ez egy rang volt ott, ha valakinek tetoválás volt, főleg egy szép tetoválás volt. Tehát most csak azért mondom, hogy a mai embernél valahol megint valami olyan hiány van, amit lehet, hogy nem tud megfogalmazni, és divatnak mondja. De azért, hogyha valaki elmegy és magára tetováltat egy non-figuratív ábrát, vagy bármit is kiválasztja, akkor nagyon nagy valószínűséggel belül valamilyen lelki motiváció, vagy egy lelki hiány hozza ezt a tudatára, hogy hát igen, neked el kell menni, és tetessé magad a különböző jeleket. Ezzel megkülönbözteti magát egyébként, tehát mutatja, hogy én azért kicsit más vagyok. Ez a kérdés, hogy miben. Mert ugye mi lesz szoktunk a tetoválásra gondolni, vagy jelenik meg az ember gondolatában először? Nagy kopasz, kigyúrt pofa, mérkikus aranylász és tele tetoválással. De megnézik, akkor már törékeny fiatal hölgyek is vannak, akik ezt a tetoválást magukra szoktak tetetni, és megnyugást ad neki. Tehát valahol meg tudja nyugtatni a lelkét. Aztán nagyon sok kérdés felmerül a mindennapjainkban. Amikor beszéltem is nézve, hogy ismerjük a lelkünket, tiszta vagyunk önmagunkkal. Most ha le kéne írni mindannyiunknak egy 5 mondatba, hogy ki vagyok én, meg tudnánk tenni? Ez hogy az első mondat azt mondjuk, hogy hát persze, hát születtem, vagyok, tanultam, tudásom van, munkahelyem van, ezt teszem, azt teszem. De hogyha belső hang alapján kéne ezt megfogalmaznunk, akkor meg tudnánk tenni? Mennyi kérdője rágaskodni, hogy tényleg ez az, vagy ez vagyok én? És nem foglalkozunk ezzel, elmegyünk, és valami, hogy a 20.-21. század ezt hozta, hogy letapos minket. Hogy nem emberként élünk már lassan, hanem képként. Habár megnyugtatás, hogy mondhatom, hogy az agykutatók biztatnak, és azt mondják, hogy nem kell félni a robotoktól. A robotnak soha nem lesz lelke, és ha nincs lelke, akkor nem tud gondolkodni. Tehát bizonyos műveleteket képes elvégezni, de azt nekünk kell betáplálni, nekünk kell megnézni, hogy mit szeretnék tudni, és azt megteszi. De önálló gondolkodás a lélek nélkül legalábbis a tudomány mai állása szerint nem képes a gép. Tehát az ilyen különböző terminátoros filmek lényképei egyedülre nem kell, hogy tényleg olyan komolyan foglalkoztassanak minket, aztán a tiltóza holnap nem lehet tudni. És hát ugye beszéltem, hogy merjük-e vállalni önmagunkat, hogy oda merünk állni akár csak a család előtt, és azt mondani, hogy én ezt így látom. Vagy van egy időnk rá, hogy megbeszéljük. Vagy a rohanásból úgy gondoljuk, hogy erről nem kell beszélgetni. Mellékhelyiségben az ember elvilázik abban 10 percben, aztán valamit eljut esetleg, és megnyugszik, hogy akkor legalább magamat megnyugtattam. De ettől nem változik semmi, és tűnik, hogy pont ezért távolodunk el egymástól. Nagyon sok esetben azt lehet tapasztalni, és ezt vámoperes eseteknél dolgozták fel, hogy
együtt élnek emberek 30 évig, 20 évig, vagy akár hosszabb idejét, és nem ismerik egymást. Kiderül, hogy nem beszélgetnek. Jó, hát persze, szia, hogy vagy, mi volt a munkáján, elmondom, hogy a Gizikének most milyen volt a frizurája, és nem tetszett, hogy lifegett a folyosón, vagy a főnökön megint ostoba volt, vagy nekem milyen nehéz a dolgom, de egymásra figyelni, tudjunk, hogy a másiknak milyen érzései vannak, hogy mit szeretne, vagy mi az, ami jó esik neki. Hát nem, mert arra nincs már idő. Meg kell tanulnom, át kell néznem, meg kell csinálnom. Jól vagy? Hát látom, hogy jól vagy. És mindenki majd valahol dolgára tovább. Holott lehet, hogy sokkal boldogabbak lennénk, ha egy kicsit le tudnánk tűrni. Ha lenne közös reggelig, ha lenne közös vacsorák, és nem mindenki valamilyen hókusz-pókusz az internet előtt nézne, hogy nagy lemaradjak valamiről. Ugye régen egy család érkezés az nyugodt volt, nem 10 percre szólt, hanem tényleg leültek, átbeszéltek a dolgokat, és ma is azért vannak olyan családok, legalább Magyarországon is, de kint a feretebb kultúrájú civilizációk mellett igen, ahol leülnek, és ott elbeszélgetnek, elmondják, hogy mi fáj, hol fáj, hosszú itt a cipő. Ugye nagyon sokszor szóba kerül, hogy a különböző vallási csoportok közül van, amelyik nagyon összetartó. Ismerik egymást, merik vállalni a lelküket, merik vállalni azt, hogy ők honnan jöttek, nem szégyelik ezt a dolgot. Meg sok esetben kicsit elpirulunk, hogyha olyan körbe kerülünk, ahol esetleg mi nem vagyunk, vagy nem úgy érezzük, hogy oda valók vagyunk, idegeneknek tekintenek. Hogy ezt mi érezzük így, vagy így is van valójában, az nem derül ki, mert nem beszélünk róla. Bezárkózunk, és akkor messziről nézzük a dolgot, hogy hát jó, mi nem is vagyunk ide tartozóak. Vagyis, hogy itt vagyunk, a csoportnak a tagja vagyunk, de ez minket annyira nem érint, meg se értenik. És nem is próbáljuk meg, hogy ezt megértsék, tehát nem teszünk kísérletet ezekbe a folyamatokra, hanem úgy gondoljuk, hogy ez nekünk rettentően jó. Valóban nem jó, mert azért csak érezzük, hogy ez bizony nagyon kellemetlen. Voltak, hogy ilyen hiányérzete volt valamelyikünknek. Még úgy érez, hogy ne jó lenne ezt megbeszélni. Többször, és az ember nem tudja, mert vagy nem talál meghallgatásra, vagy ellenállásba ütközik, vagy elhárítja magától az életet, és persze kérdés, hogy miért. Nem biztos, hogy azért, mert nem érdekli, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy fél tőle, ő magával sincsen tisztában, és nem meri felvadni, akkor a másik problémáját is kezelje. És nem is azért megsértem a másikat, hogy megbántom, mert úgy fordulok oda felé esetleg, ahogy ő másképp tervezi. És itt a másik rettentő nagy kérdés, hogy a lelkünk mennyire képes befogadni a másikat. Hogy a lelkünk az a mi empátiánkkal is rendelkezik? Hogy el tudja fogadni a másik embert? Vagy azt mondja, hogy hát, az ő baja. Tehát nagyon nehéz a helyzetünk, és ugye mit lehet tenni, vagy hogy lehet tovább, mit nem lehet tudni. És hogy vannak elképzeléseink, de ezt nem beszéljük meg egymással, épp ezért mindenki egymagban egy harcosként. Ugyanazt akarja mindenki, csak senki nem tudja. Szent György Albertnak volt egy bölcs mondása, amikor azt mondta, hogy az emberek mennyivel boldogabban tudnának élni, hogyha nem azon fáradoznának nap, mint nap, hogy a rendelkezésükre álló keretet, életteret bővítsék, építsék és erőkben felül is nagyobbítsák, hanem elfogadnak ezt az életet, és ezen belül próbálnak meg a boldogságot megtalálni, ami épp olyan. Tehát épp lehet egy 50 négyzetméteres lakásban boldogan élni, mint egy 500 négyzetméteres villában, sőt. Tehát, hogy ott már nem is olyan boldogabb pofon, mert állandóan attól rettek, hogy melyik ablakon mászik be a betűrű, mikor fogják megcsalni, hogy az alkalmazottan mikor fog idejönni és fejbe csapni, mert elviszi a pénzét. Tehát lehet, hogy nem is tudja élvezni ezt a megszerzett vagyont, nem beszélve a stresszről, aminek sok esetben az egészség észre a levét, mert nem figyel oda magára, mert harcolja a pénzt. Ugye a Dalai Lámának volt egy mondás, amikor megkérdezik, hogy mit tart a föld életben a legfurcsább, és azt mondja, hogy az embert, mert ő ismerik is ezt a mondást. Ugye, mert annyira szereti a pénzt is harcolja, hogy hajlandó az egészségét feláldozni rá. Ha az egészsége elment, akkor az összes pénzét hajlandó odaadni, hogy az egészségét visszaszerezze. Szóval annyira izgatja a jövője, hogy az eközbeni kutakodásban elfelejt élni a mának, aztán amikor eljön az idő, hogy meg kell halnia, vagy úgy írja az életét, mint a soha nem halna meg, és amikor eljön a halál perce, akkor úgy hal meg, mint aki soha nem élt. És rettentő nagy igazság van benne. Tehát nem tudunk a mának örülni, nem tudjuk elfogadni a pillanat örömét,
Hát mindig valamitől félünk, valamitől rettegünk, valamitől tartunk. A mai helyzetben ez még erőteljesebben jön, és hát erre bizony rámegy az egész lelki életünk. És ugye ma már a tudomány is kimutatja, hogy attól, hogy egy ember immunrendszere milyen erősen tud reagálni egy külső behatásra, akár egy fertőzésre, egy rossz indulatú betegségre, az a lelki állapotától függ. Tehát egy jó lelki állapotban lévő embernek az immunrendszere rettentően erős. Nagyon jól működik, el tudja hárítani ezeket a gondokat, de attól a persze kezdve, hogy másra vagyunk elfoglalva és nem figyelünk erre, vagy nem tartjuk karban a lelkünket, attól kezdve sajnos ki vagyunk téve nagyon komoly betegségeknek. És hát amikor eljön, akkor ugye mi is megpróbálunk mindent megtenni, és azért nem lehetetlen, tehát vissza lehet szerezni a betegséget. Édesapám mondta mindig, hogy hát a betegek vagy az egészségre vigyázzál, édesfiam, mert könnyű elveszteni, és nagyon nehéz visszaszerezni. De nem lehetetlen persze. Csak kérdés, hogy akarjuk, vagy mit akarunk, hogy egyáltalán ezeket a folyamatokat mennyire tudjuk összerakni, mennyire tudjuk ezeket elfogadni, és hogy ki az oka annak, hogy a lelki állapotunk ilyen. Amíg az egyház a vallásosan megvolt, addig a pap nem csak az igét hirdette, hanem ő volt az az ember a településen, vagy a közösségben, aki a lelki bajokkal is foglalkozott, ha nem is kivonultam, mint pszichiáter, de hát hozzámentek mindenféle gondol, bajjal, hogy atyám, most mondja meg, mit tegyek. Tehát minden információ tudója volt, aztán vagy elmondta, vagy nem, de tudott segíteni, megnyugtató szavakat tudott mondani. Tehát ez is nagyon sokat számít, amikor az embernek egy olyan lelki állapotban csak egy biztató szó van, hogy te ezt megcsináljam most, mit szólsz hozzá. És ha nem is tudom, hogy mi az a folyamat, hogy mi lesz annak a vége, mert azt látom, hogy az illetőt nagyon izgatja a dolog, és jó lenne neki valami löketet adni, vagy ha annyira katasztrofális elképzelés, és mondta, hogy látom, hogy ennek a vége a szakadékoló leugrásra szejtőernyő nélkül, akkor azt mondom, hogy hát ne gondold át legalábbis. De nem ilyen folyamatokat generálunk, hanem hagyjuk a másikat, vagy meg se kérdezzük, hogy ezt vagy azt szerinted, hogy kéne tenni. Vagy mindjárt felbőszülten reagálunk. Mit zavar a hülye kérdéseire, pont engem? Hát tudja, hogy engem úgy sem érdekel, hogy mi a vélemény, okos megkérdezni, tegnap is elmondtam, és van megint ezzel jön. Tehát az embernek megerősítések erre van szüksége. És hát, hogy a lelkünk megőrizze a fiatalságát, mert ugye azt mondja a filozófia, a pszichológia, hogy a lelkünk az a születésünk kezdetétől a halálunkig nem öregszik. Hogy ezt mire alapozzák, nem lehet tudni, de nem öregszik. És ha belegondol az ember és önmagába tekint, akkor a léleknek van egy vidámabb aspektus, ez a játékos szellem. Merünk játékosnak lenni, merünk vállalni a hülyeséget, merünk ingyen szegülelésbe ugrani 50 éves kor felett, akkor mikor látnak minket? Hát van, aki mer, és az boldog ember. Van, aki még állarcot húz magára, hogy én az én koromban. Hát én egy komoly, megbecsült polgár vagyok, hát nem fogom volna lejáratni. És irigykedik ám közben. A lelkeményén ő is irigykedik, hogy az ott van és az mer ugrálni. Mer olyanokat tenni, amit én csak gondolok rá. Aztán végül meg gondolni is a fog, mert elfelejti ezeket, és egy megkesített ember lesz. És hogyha lehetünk tényleg olyan fiatal, mint ahogy ugye a tudósok állítják, akkor viszont ki kéne használni ezt. Tehát kellene tudnunk örülni a játékoknak. Tehát jó kedvünknek is kell tudni lenni, és a legrosszabb időszakban is azért megvannak azok a percek, órák, amikor azért lehetőség nyílik erre. És a lélek akkor tud megújulni. A háborús időszakokra szokták mondani, hogy a legjobb kutatási alanyok pont a háborúban résztvevő személyek. Akár a katonák, akár a civil lakosság. Mert olyan különleges helyzetben vannak lelkileg, ami máskor nem adódik. Tehát tényleg egy nagy labor van akkor, hogy hogy tudják elviselni. És hát nagyon sok olyan irodalmi mű van, ami háborús időszakban játszik, és lehet látni, hogy ott is van, amikor jó kedvűek tudnak lenni. Amikor vidámak tudnak lenni, és megnyugszik ettől, felfrissül. Legújabb kutatások szerint, amit hát én nem tudom, hogy mennyire egyére szabott biztos, tehát hogy a többség így van, azt mondják, hogy után az ember alszik egy-két óráskát, akkor sokkal fittebb lesz, sokkal jobb lesz a gondolkodása, könnyebben tud tanulni. Egyetemi hallgatókkal végeztek ilyen kísérletet, hogy egy órától, vagy két órától, két órán keresztül, máson keresztül hallan, vagy lefektették őket, és azt mutatták, hogy a teljesítményük az alvás után sokkal erősebb volt. De nem annyival volt több, mint a nem alvóként. Tehát igazából ez megint egy lelki állapot,
És hogy a rendünk mennyire hatással van a természetünkre, hogy azok a kísérletek erősítik meg ezt, amikor kontrollcsoportok, tehát valamilyen betegségbe szenvedő kontrollcsoportot kiválasztanak, és placebót adnak neki, tehát úgy néz ki a gyógyszer, mint az lenne, mint a másikra. Se az orvos nem tudja, se a beteg nem tudja, hogy ő nem kap rendes gyógyszert, csak egy fűrészporttablettát kell bevennie. És a kutatások azt bizonyítják, hogy a rendes, tehát a biológiai hatás kifejtő gyógyszerszedő és a fűrészport evő 70%-a meggyógyul. Tehát ebből azt a következtetést tudják levonni, hogy igazából nem a gyógyszer gyógyít meg minket, hanem a tudatunk. Az a tudat, hogy meg fogunk gyógyulni, és a tudat nagyon sok mindenre képes, ugye ez a csodák kategóriát szoktam maga felé vonni, amikor azt mondják, hogy már meg kellett volna rég halni, és hogy mindig él. És az orvos is szétesz a kezét, hogy mit tanul. Hát van az illető élni szeretne. És úgy tud gondolni a dolgokra, hogy tud élni. És hát a lelkünket is, hogyha tudjuk táplálni, persze, hogy mi a direkt tápláléka, ez megint egy komoly kérdés. Én úgy gondolom és úgy tudom meg, hogy az a nyugodt állapot, amikor önmagammal tudok lenni. Amikor legalább önmagamnak bemelek valami dolgokat, amikor önmagammal meg tudom beszélni a folyamatokat, és amikor ki tudom engedni azt a feszültséget, részt, ami esetleg nyomasztja az embert. A legtöbb lelki problémánk pont abból adódik, hogy nem tudjuk elengedni ezeket a dolgokat. Görcsösen ragaszkodunk hozzá, olyan, mint a 220, hogy megfogtuk, és az állam nem engedi, hogy elengedjük, tehát menekülnénk, de nem tudunk, mert oda vonz magához. A lelkünk egy kicsit más, itt azért meg tudnánk tenni azt, hogy el tudjuk engedni, csak akarnunk kéne, meg kéne tanulni a technikákat, és attól kezdve ez a folyamat azért tudna működni. És ugye hát mondtam, hogy a tudomány is elismeri a léleknek a gyógyító erejét, csak nem szóval, hogy örül neki. Ugye van az a bős mondás, hogy ha az ember beteg, akkor a gyógyszertől két hét alatt gyógyul meg, önmagától meg 14 nap alatt. Tehát igazából nem tudhatjuk, hogy mi működik, hogy működik. Tehát, hogyha a lelkünket valóban emberük ismerni, hogy van lelkünk. Ha emberük ismerni, hogy ez nekünk milyen fontos. Hogyha tisztában leszünk azzal, hogy milyen hatással tud ránk lenni, attól kezdve talán megváltozhat egy kicsit az életünk, környezetünket talán másképp tudjuk kezelni. Hát, hogy a többiek változnak-e ettől, vagy nem, azt persze megint a nagy kérdés, de én úgy gondolom, hogyha egy folyamat elindul, és az embereknek egy nagy része felmeri ezt vállalni, és a viselkedésébe ezeket tudja közvetíteni, akkor lévő, hogy a másik emberbe is kiélek lakozik, valahol meg fogja érinteni, és valahol is elkezd meg másik gondolkodni. És a 20. századi emberek, főleg a 21. század gyerekei már hát katasztrofálisak. Nincsen pedig semmi visszatartó erő. Tehát az, hogy ki tolódott a kamaszkor korszak, akár 35-40 éves korra is, mert akkor kezdem majd igazából családot alapítani, akkor kezd majd olyan munkai rendelkezni, hogy el tudja önmagát tartani. Ezzel azt érte el az emberiség, hogy ezek a gyerekek már 15-16 évesen felnőttként felnőtt jogokat indikálva önmaguknak kezdenek el viselkedni, élni, de még a felnőtt önálló életvitele pedig nem alkalmas. Tehát megtéveszti önmagát is, és a társadalom meg hát nem biztos, hogy tesz ellenem. És az, hogy egy ilyen szituációban bent hagyja a gyereket, hogy azt mondja, hogy hát jó, ez meg jó, meg fogod tanulni, majd meg fogod látni, hogy mi lesz, nem fogja soha meglátni. Hogy az ember 14-11 éves koráig képes megtanulni beszélni. Tehát ha addig nem beszélnek vele, akkor az agynak az a terület, ami ezt a funkciót, a beszédkészséget, tehát nem megtartja, hanem kifejleszti a hangképzést, az átalakul, megszűnik. Tehát a 14 éves korig az ember nem tudják meg beszélni, az soha bűnös életben nem fog többet megtanulni beszélni. És nagyon sok ilyen van, amit van még egy kicsit lazábban veszünk, és nem foglalkozunk vele, hol ott rettentő nagy kemény hatása lesz a jövőben. A minős irányításról is foglalkozom, és mindig nagyon fontos, hogy a jelen pillanat az milyen hatása lesz majd egy későbbi időpontra. 4, 5, 6 vagy 10 év múlva mostani cselekedetem mit fog generálni? Foglalkozunk ezzel napjainkban? Érjen el a busz, kocsiban elkerüljük dugóban,
este lehetőleg nyugodtan tudjak lefeküdni, lesz egy új film, azt nézhessen meg, és senki nem piszkáljon, aztán következik a harmadik nap, és megyünk, kezdődik előről minden. És oda fogok jutni, mint a Dalai Láma mond, hogy úgy élünk, mint aki soha nem hal meg, mert nem foglalkozott el, és nem is kell foglalkozni. Amikor meghalunk, úgy halunk meg, mintha nem is éltünk volna. Hát, röviden ennyit szerettem volna önökkel megosztani, hogyha van véleményük, vagy bármilyen, amit úgy gondolják, hogy érdemes megosztani velünk, azt szerintem szívesen hallanánk. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Csend a megnyugvás és elművülésnek az állapota, vagy Atya Istenünket hallottam. Hogy találhatunk ilyen embereket, akikkel ilyen lélekségben lévő dolgokról, meg az útjainkról tudnánk beszélgetni? Tehát ilyen csoportokat vagy? Hát még nagyon sok ilyen van. Nekem tényleg a lélekkel kapcsolatban az ügyem, hogyha valamit csinálok, akkor azt ingyen teszem. Tehát önzetlenül, vagy pedig hát valamilyen célom azért csak van vele, mert a célom az is lehet, hogy a társadalom, a környezet átalakuljon, emberségesebb legyen. Ne csak azt nézzük, hogy mit lehet elvenni, és hogy lehet kizsákmányolni engem, vagy hogy lehet a szolgálat tenni, hanem emberként is kezelnek. Tehát ez egy fontos dolog, hogy egy ilyen számot legyen. Csak azért mondom, mert vannak olyan helyek, ahol pénzért megpróbálnak okos tanácsokat adni. Lényeg, hogy itt, ahogy én is mondtam, és az én ismereteim szerint legalábbis a lélek, a tudománynak nagyon bonyolult, megfoghatatlan, megismerhetetlen. Tehát van egy kör, amiben azt mondom, hogy erről tudunk beszélni, és meg tudjuk azt az utat találni, amely könnyebb is elviselhető, és valahol megnyugtatóbbá teszi a mi és a környezetünk életét. Ilyenről nem tudok. Olyanok vannak, ahol el lehet menni, és tartnak egy előadást, és akkor elmondják, hogy milyen jó, itt vagytok, együtt vagyunk, fú, mekkora lélek energiát érzek itt, mert az a kisugárzás, ami jön a tőletek, a lelketekből, azt itt érzem bent, és azt hiszem egész másképp dolgok, és milyen jó, és akkor pénztárból lehet fizetni meg azt a pár ezer forintot, és holnap után megint az előadás is a szeretettel ad mindenki. Igazából nem mindig tud megoldást adni. A másik az, hogy a csoportos foglalkozás az nem is képesek. Tehát ott általánosságban lehet beszélni, tehát most az, hogy ennek van egy lelki konfliktus, egy probléma, és ha szeretné megoldani, és szeretne hozzá. Tehát ha csak elmondja már, azzal már meg tudja nyitani ezt a lelki tapolyát, és kicsit könnyíteni tud magán, és attól kezdve lehet látni, hogy hol lehet tanácsot adni. Tehát ugye ez nem olyan dolog, mint amikor az orvos az ember, hogy el van törve a kezem, aztán megfogja a üzletet, és mindent veszi, begyűszer, és akkor csomagolva helyre jött. És olyan magamnak a lelkemnek kell valahol tisztában lenni az, hogy mit akarok. Mire vagyok képes, és mindenre képes, de nagyon sokra képes, csak ezt fel kell ismerni. Viszont csak egy beszélgetés alapján, mert ami szerintem tudjuk venni. Vagy nem vagyok is csoportos foglalkozásban, amikor tudják, valakivel beszéltem és mondja, hogy senkiben nem nézik rettentően, nem csalódott még, tehát senki nem palisztált, nem úszták be csőbe, de akkor sem bízik senkiben. Még magában se talán. Most egy ilyen ember nem fogja elmondani nyilvánosság erőt, és tehát mondja, ez nyilvánosságnak tűnik, hogy elmondok esetleg olyan dolgot, ami jobban fúk, és mi fognak szólni ezzel. Tehát ahhoz, hogy az ember őszintén meg tudjon nyilvánni, ahhoz azt kell, hogy bizalommal kell lenni másik iránt. Abba a csoportba meg kell lenni a bizalomnak, hogy amit én most itt elmondok, az köztünk marad, és nem a déli klinikának mondtam, hogy este hírekben nem mondják, hogy ez meg az volt. Nagyon nehéz. Azért nehéz, mert az embernek van egy másik lény, egy információ közben. Én, ami szeret információt átadni. Szeretek valami újat mondani, hogy hallottad? De most a hír mikor hír? Hát, hogyha az újdonsággal bír, plusz dolgatjuk. Tehát, hogyha faluban lakik az ember, és a falu elején lévő házban Józsi bácsi rájut az újjára, és egy kicsit megkétlül, és ezt látja a szomszéd asszony, akkor nem mondja, hogy fia Jóska, majd alávágta a hüvegbe. Nagy baj van. Tényleg, aztán megy a következő hír, hogy te a Jóska elvágta a hüvegbúját. Képzeld el a kisbattából, úgyhogy lehet, hogy már ment, el is vitte. De lényeg, a falu végre ér a hír, ott van, mert Jóska másnak a lába is érzi, van, és belevágott, hogy a kezdőbe elvágta. Most mentől kezdve sajnos elhatózom az a dolgot, és itt van az, amikor bizalmat van neked válni az ember, hogy ez tényleg igaz. Tényleg elmondhatom, mert nem fogja félreérteni, és a másik nagyon fontos,
kommunikáció, a lelkünk az, hogy tud kommunikálni, tehát verbálisan elmondom a dolgot és megérti a másik. Ugye van az a játék, így van, van az a játék, amikor most a Üdiknek a fülébe sugnék egy mondatot, és így szépen mi is udolnak, aztán fiatal ember meg valami végletes dolgot mondat, hogy mindenki másképp érni meg. Tehát a lelki állapotunk is ahhoz, hogy hát, ugye jogázik ő elősül. Tehát egészen máshogy egy relaxációs állapotban gondolok valamire, és máshogy egy kicsit feszültebb állapotban. Tehát másként jönnek ezek a dolgok, másként jönnek meg a kép, és amikor elmondom a másik embernek, miben is egy ilyen szituációban. A másik, ami meg egy meghatározó, hogy nem tudjuk meg minket kommunikálni. Tehát az, hogy gyerekek ma már nem értik, hogy mit olvasnak, az egy olyan piti dolog, ami ehhez képest semmi, mert ott nincs miről beszélni. Tehát egy szöveget nem vagyok képes értelmezni helyesen, és hogy hülyeséget mondod belőle, az a katasztrófa. A másik az, amikor valamit kimond az ember, és a másik egész más gondol. Egyébként ez a magyar ember sajátossága, a kelet-európai nem tudom, de magyar biztos. Elkezd valaki valamit mondani, elmondja a mondatnak a felét, a másik felét már a hallgató fejezi be. Függetlenül attól, hogy mit mond neki az illető. Tök mindegy. Mint azt mondja az egyik alkalmazottjának, hogy légy szíves, menj hátra a raktárba és hozd el mondjuk a szemüvegemet barátaitán. Faszírnak ez úgy megy át, hogy légy szíves, menj a raktárba és hozd el mire, és neki pont mondjuk valami más sátor agyába, az öcsket is már megy, és van egy új visszakérdezett van, és akkor hozzá, és mondom, hogy miért hozod el? Hát nem ezt kérted? Voltak már? Tehát igazából nem tudjuk a másikat figyig hallgatni, mert nincs hozzá türelmünk, mert mi tudjuk, hogy mit akar. De hogy gőzünk nincsen. Nézzük meg az amerikaiakat filmben, de hogyha látja, hogy a munkahelyen ez még erőteljesebben átjön, hogy visszakérdez. Hogy Joe menjen is, mit tudom én, hozzá a postára a levelemet. És akkor azt mondja, a postára a levelemet hozza, mert nem azért meg hülye, hanem biztos akar menni, hogy azt fogja megcsinálni, amit a szantékért. Magyar emberek azt mondják, hogy fia, postára nem viszel hozzá? Persze, le. És akkor fél, hogy mi azt mondja, hogy mi nem neki? Ja, mert valamit viszel, biztos újságot mondta, csak elfogadottam. De nem így látják, nem így vannak a mindennapjaik. Főleg munkáján a dolgozom. És akkor megvan sétlenül a dolgozó, hogy hülyének néznek. Mert túl van bonyolítva, amit szerintem. Hát a saját problémáival van foglalva, hogy a külvilág felé már annyira nem is figyel. Hát igen, és ez egyre mélyebb lesz, tehát amennyire itt most a társadalom egyre mélyül, úgymond idézőjelben mélyül, egyre jobban a saját problémájával lesz mindenki elfoglalva. De mégis bezárkózva van elfoglalva. Bezárkózva, igen. Tehát nem mindenki. Most azt kérdezted, milyen csoport. Például ez a mi itt ugyanebben a teremben működő szintje csoportunk úgy vélem, hogy pont azt teszi, hogy megnyitja a lelkét minden nap. Vagy egy versbe, vagy egy irodalmi alkotásba, vagy egy novellába, vagy csak egy beszélgetésbe. Egy olyan családias közleg alakult is csinálunk, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a tehetség, ami összehoz bennünket, hanem pont a léleknek a vándorlása és a léleknek a megnyilatkozása. És pontosan ettől lesz erőteljes, és ettől találunk egymásra, mert ahogy így mondtuk Gáborral, hogy pont, hogy a fasonszörűek egymásra találnak, és így van, ők már értik egymást félszavakból, és tudjuk, hogy mit szeretnénk, és mit akarunk, és egy-egy versben, vagy egy-egy novellában ott a lelkünk. És ha mindent végolvasod, akkor az összes pillanatom, ami igazán fontos, már ismerhető, és tudod, hogy ki vagyok akkor is, ha még az életedben nem láttál. És azt így gondolom, hogy egy ilyen alkotókörökben bizony lehet ilyen társakra lenni, és ilyen emberekre lenni. És hogy valószínűleg, aki a művészetet szereti, annak a lelke tiszta, az megnyitja a lelkét, és az a másik felé is nyit. Hát ez az én saját véleményem, nem biztos, hogy feltétlenül így van, de én így vélem. Sok igazság van benne, ugye tehát egy csoportítés, akkor ez kérdésének a csoportnak a kisugárzása, mert ez olyan, mint egy festmény, tehát itt most látjuk ezeket a képeket, amik szépek, és ugye van, akinek nagyon szívet melegető, van, aki kicsit másképp nézik, hát egy kellemes kép. De kérdés az, hogy ha szavába bezárjuk, akkor ki fog erről tudni? Rajtunk kívül semmi? Igen, mert sokkal nem tudnak
Én sem tudtam, hogy több 2000 óta vagytok. Csak most, hogy adtál, tudod. Igen, igen. Igen, mert ugye ez a dolog, amikor azt hiszük, hogy a másik tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja, és nem tudja közben. Nem is volna, de nem kérdezzük meg, mert mi elfogadjuk ezt a dolgot, és nem minden én. És te nem is tudtál volna? Hát én nem szoktam. Hát azért nem szoktam, nem tudtam, hogy szólnak. Tehát ez mindig, hogy biztos ismerik azt a végig is. Végi munkai történet, hogy volt egy munka, ami bárki megtehetett volna, a főnök miatt, hogy el kell végezni, de senki nem csinálta meg, mert mindenki úgy gondolt, hogy a másik majd elvégzi. Szóval amikor a főnök ledorongolta őket, akkor mindenki összekapta magát, valaki is csinálta, és a dolog rendben volt. De hát az elején már valaki adott volna. Nagyon olyan dolgok ezek, amiket úgy gondoljuk ma, nem is ezt érzik, hanem, hogy hát ez egy ilyen agyament dolog. Ki foglalkozik ilyen hülyeségekkel? Mi, akik itt vagyunk szerintem. Igen, hát tulajdonképpen és kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt kivinni, hogy mennyire tudjuk kivinni ezt, hogy mennyire tudjuk a másnak elmondani, és hát az, hogy mennyire tudjuk, mert az igazság az, hogy a lélek az elég sérülékeny. Tehát ugye angyálban élnek nyilvántom az élés, hogy melyik a szó veszélyes fegyver, a legveszélyesebb. A Csákányi Lászlót ismertek biztos, hogy Szentán volt egy férfi szépség ideál, és ő mesélte, de a idős korában, hogy még színi tanodában járt 10-valahány évesen, és hát volt egy jobbmódú gyerek is ott a színi tanodában, sokan volt, és ott meghívta a többieket te a délutánra. Ő nem tudott erről, neki nem szóltak. És úgy derült ez ki, hogy valahol állt az előszobában, a színházban, a színi tanodánál, és az ajtót már volt rendesen becsukva, és beszélgetett ez a meghívó, és egy meghívott, és mondja, hogy tehát a Csákány Lacit miért nem hívtad meg? Hát a Laci nem fog jönni. Mondta ez az illető, aki meghívta a többieket, 11-en voltak, tehát mindenki meghívott, kivéve a Csákány Lászlót, és mondta, hogy hát igen, igen, de olyan csúnyácska, és nem talál az összképet. A Csákányi, amikor ezt elmondta, 67 éves valamilyen, akármi mond, benne volt. 50 évben, 60 éven keresztül hordozta ezt magában, és meghatározó volt az életében, mert még olyan volt, hogy na, valami sárga sógépű, akkor benne mindig feljött, hogy hát akkor már hogy menjek most oda, hát én nem csúnya vagyok, akkor nagyon veszélyes, nem gondolunk erre. Beszélünk és az emberek odavágunk mindenféle marhaságot. Jaj, bocs, nála úgy, nem úgy gondoltam ám, bocs, és megyek tovább. De az illető az úgy gondolja. Hát miért mondta? Ha nem lenne igaz, akkor nem mondta volna. Biztos van valami a... Nem kérdezem, hogy mondta. Nem kérdezem, hogy mondta. Nem kérdezem, hogy utána beszél. Nem működik. És az ember akkor megbánja, és nem foglalkozik ám vele, Atya Isten, most mit mondtam is. Nek milyen hatása lesz, mert nem érünk rá, mert más vagyunk elfoglalva, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek kitettek, nem ilyenek vagyunk, az ember nem ilyenek született, hanem ilyené váltunk, ilyené tettek. És hagytuk magunkat. Kicsit más a téma, de mikor volt egy ilyen beszélgetés, amikor kolondegyekkel ültünk, és elbeszéltük, hogy hova jut ez az ország. Hát jó lesz valamit a magyarán. Hát mi lesz velünk? És ott valaki mondta, hogy hát igen. Te mit tettél ezért? Te mit? Valamit tettél? Az, aki mit tenni a vajon? Az emberek nagyon tényleg. Mondta, hogy figyelj, ki voltatok, vagy mi voltunk közösen az a generáció, aki hagytuk, hogy ez így váljon. Mert azt gondoltuk, mint a főnök utasítás, hogy majd valaki megteszi. És amikor látjuk, hogy nem teszünk, akkor sem megyünk oda, hogy hát öreg, hát nem erről volt szó, akkor valami változtassál, vagy menj a francba. Hát, ja, majd, hát kibírjuk ezt az egy-két évet, ugye most is majd jön a választás. Mm-hmm. És akkor hát megnézzük, hogy milyen alkotmányt az ott létre az a kormány. Hát itt akárki lehet uralma, akárki lehet, ha nem kétharmados többséggel van, és nem tudja az alkotmányt megváltoztatni, akkor vége az életének. Az olyan, mint az űrhajós, beütetik egy űrhajóba a szkafanderbe, aztán mondhatják, hogy szabad vagy ám, ott fennem és újtalanság is van. Hát persze, hogy ne kapaszkodik a kötélbe, Isten a csod felejtsé. Nem lehet semmit tenni, és elfogadjuk, és nem veszük észre, tehát nem foglalkozunk vele, nem ülünk vele, nem veszik, hogy mit lehetne tenni. És hogy a veszély az ám egyébként, hogy egy lufit lehet fűn nagyon sokáig, mert szerint egy terítettségi szintet, vagy egy kritikus majd kirobban. Először is jó pofán csak, hatalmas hangot ad, hogy majd meg siketülünk, és nem lesz lufink. Mit értünk el vele? Semmi. Holott, ha megnézünk, hogy meg lehet fújni, lehet, hogy kisebb ez, de azért milyen kis sokáig megmarad, hanem hagyjuk. Hát és ez mind a lélek kérdése, tehát mind arra vezethető vissza, hogy egyszerűen merjük-e vállalni ezeket. Miért pont én?
Ugye van, nem tudom, mennyire járnak ilyen előadásokra vagy konferenciákra, két szituáció van. Vagy az első sorok üresek, mindenki hátra ül, a miért pont én ilyen kerülre? Vagy a csókosok előre ülnek, hogy lássa, itt vagyok. Két szélsőséges dolog. Csak ugye az a baj, aki előre, hogy nem biztos, hogy érti is, amit mondanak. És nagyon sok esetben ez áll a probléma, hogy az emberek, és nincs lelki ismerete. Megfér, valahol befajad szűk körbe, hogy hát a fél, olyan bonyolult ez nekem, fáradt vagyok, meg fogom tenni, hát olyan, nem, más tudom, mi azt kell csinálni. És akkor csinálok valamit, de nem érzem, nem esik jó, ideges vagyok, feszült vagyok, ott vagyok. De hogy vagyok, ennyi pénzt keresem, meg vagyok, bolondulva, maradjál csak ott, majd megtanulod. Szóval amikor olyan a baj, hogy az ügyre belebetegszik beladokkal, akkor nem tudom senki, hogy hát én is ott voltam már, én is ebben udvas vagyok, én is valamit tettem érte. Hát a sors lesz hírt előtt neki. Nem nincsenek a helyükön. Így van, így van. Én tudja, van a másik része, amikor azt mondja, hogy Parkinson nevű professzor, nem a betegséges Parkinson, hanem ez az irodatechnikák, vagy az irodai munkát vizsgálta és azokat tanulmányozta. Ő azt mondja, hogy minden ember arra a szintre lenne alkalmas, ami az ő kinevezése alatt egy szinten van. Hát ha valaki főosztályvezető lesz, és a bűnösségben nem fogják kinevezni mondjuk részlegvezetőnek egy magasabb szintbe, azért nem, mert megrekedt. Az van neki sok, az nem boldogul. Nincs fejlődés, akkor ott hagyják. Tehát ő igazából egy rettentően jó osztályvezető. De ott akar megöregedni? Hát ezt ágában sincs. Hát igazgató akarok menni. És akkor nézegeti a receptes könyvet, hogy arzén, kevérre, kajában 10 év alatt meg fog halni. Jó, ez jó, hogy lehet mondjuk fiatal. De azon nem gondolkodik, hogy itt kéne boldogan élnem meg. De... És a másik az, hogy a többiek elfogadják. Akkor meg ugye fúrják, hogy hány osztályvezető szeretnék lenni, hogyha most már tessék elmenni. A legjobb példa a rendőrség. A rendőrök emeltek 45 éves korban nyugdíjba, pedig nagyon nagy volt a beáramlás, mert a fiatalok kiszámolták, hogy figyelj, most vagyok 25 éves, elvégeztem az egyetemet. Hát a főnök elmegy 20 év múlva nyugdíjba, tehát amik előttem, akik állnak, azok szépen majd 2-3 évente ugye kipotyognak, 10 év alatt ott veszek egy vezető beosztásba. Ihajcsó vagy 15 évig, aztán is elmegyek meg 500 mutatni. Most, hogy ez megszűnt, nem olyan népszerű a rendőrség egyből. Mert átgondolta a prof, hogy a gyönyörű is, hát ott fog ülni még 20 évet a székbe, ha soha nem lesz olyan vezető. És a másik, hogy nem tudjuk elfogadni, nem lehet mindenki vezetni. Mert van bennünk egy olyan, hogy hát miért pont ő? Hát, nem is kell mindenki vezetni. Világos, hát Arisztotelész mondta, hogy vezetőnek, az emberiségnek a 3%-a születik eleve, amikor megjött a világra. Nagyon kevés szám. Ez a többi az megtanulhatja. Mondják ezt azok, de akik a megtanulhatja kategóriában van. Ez olyan dolog, ha valakinek nincsen valami az érzéke, akkor az ilyen tudja látni ezt a dolgot, de nem olyan szinten. Tehát tudják más, amikor én nem tudok korcsolyázni, és remélek, hogy írasz, pofád esek, hogy úgy de frankó, hát én miért korcsolyázom? Ez a munkahelyen, ez annyi van. Hát készenből csinálja esetleg azt, amit már. Hát meg sajnos az emberek nagy része úgy van bele, hogy nem azért akar vezető lenni, mert az neki egy kihívás, meg egy lehetőség, hanem az, hogy a vezetőnek sokkal több a fizetése, és erre próbál ráhajtani, hogy mindig vezető leszek, és akkor jól fognak fizetni. Más a motiváció. És ugye az okokozat összefüggésre nézzük, tehát ez már az ok, hogy az okozat, ami létrejött, de hogy mi az oka ennek, hogy a társadalom, hogy a mi lelkiállapotunk, a mi lélekbezártságunk, a szóváltevőkészségünk az oka, hogy ezt nem változtatjuk meg. Mert azért valaki beemeli a vezetőnek, valaki azt mondja, hogy akkor együtt a vezető. Ezután a dolgoztam és minőségirányítások alakoztam, és ott volt egy olyan elképzelés, hogy azt nem tudom, mennyire tudják, az egyetemen nem kötelező pedagógiai végzettsége rendelkezni az oktatónak egyetemi tanárnak. Az egyetemen egy van, hogy tudom, hogy egyetemi végzettsége legyen, és akkor szakterületén belül oktatra. Na most az embernek, ha nincsen pedagógiai képfeszítése, pedagógiai végzettsége, akkor egészen másként tudja átadni a dolgot. Itt a Juditnak is, ugye, amit írtam, ezt az anyagot, hogy a tudásnak az elsajátítása, hogy hogyan tudom megismertetni, hogyan tudom motiválni. Én azt mondom a hallgatóknak, hogy emberek nincs tudást transfer, vagy tudás átadás. Hát akkor nem vennem más, akkor kijelenteném, 50-en vannak a teremben, egy kis pohárba, és akkor tessék megint, aztán a vizsgán találkozni. Nincs. Föl kell ébreszteni benne azt az igényt, hogy fú, ez érdekes, megnézem.
Tehát kinyitom a könyvtár ajtaját, és azt mondom, hogy ezen a polcon azt látod, azon azt látod, ezt a két könyvet azt mondom, hogy olvasd el, ez érdemes, meg alapot ad. De ott is nagyon nagy gond az egyetemen is, hogy a professzor által a saját könyveit olvastatja. Most nem akarok senkit bántani, mert biztos jól tud írni. Csak kérdés, hogy van még releváns, meghatározó az a tudás, amit ők leírt 20 évvel, vagy még kicsit változott. Vagy merje ajánlani másnak. Hát vannak olyan karok egyébként, és ez van, mint egy zárt belső világ, hogy kicsoda a másik karnak a professzor könyvét, ha meg vagy te szégyülve, azonnal húzd be a listáról. Itt, akik itt vannak, azon. Mert féltékeny, mert valahol a lelke sérült, és úgy érzi, hogy másik karnak a tudományos könyvét behozza, akkor hogy Isten, semmi nem lesz. Szívesen ezt a látókör, és sokkal jobban fogja látni a hallgató, hogy hó, hát öcsőjének sokkal több bocsességet, mint így, sőt, aztán amíg jobban is megy az elképzelésemnek. Nem. Búra alá tesszük. Szúrjuk el tudom. Hát visszatérve a minőségre, hogy ugye a kollega nővel csináltunk egy olyan anyagot, aminek hát már maga a cím megfogalmazása nehéz volt, tehát azt nem mondhattuk, hogy az egyetemi oktató pedagógiai továbbképzésen, mert ott mindjárt is lőttek volna, de azok legalábbis kilőttek volna, ez volt kevesebb. És akkor azt írtuk, hogy az egyetemi oktatásban résztvevők pedagógiai módszer tanának megismertetése egymással, tehát ilyen csoportos foglalkozás. A 10 ilyen fiatal oktató volt, aki jelentkezett, a többiek mondta, hogy ez ilyeső. Hát mindenki tudik mindent, hogy mit akar történni. Holott nem. És felé nézett a felnőtt oktatásnál, egy gyereket is már 18 éves korban nehezebb megfogni és motiválni, egy felnőtt, aki meg ráadásul tapasztalatokkal rendelkezik. Tehát megérte azt, amit én még nem oktatom, én ezt tanultam valahol, és úgy mondom, hogy nem hiteles, hogy azt mondja, hogy miről beszél ez? Hát ez egész másképp működik. Vagy pedig megtanult már valamit, hogy azt mondja, hogy hát jó, lehet, hogy igazat mond ez az Jürgen, de hát az életben azért kicsit másképp működik, meg most akkor stát, és utána az egész dolgot, fú, az nem, de nagyon jó, legyen egy diplomás, mert úgy, hogy csináltam, amit csinálni fogok. Tehát ezek, ami nagyon nehezek, hogy meggyőzzem, hogy nem az én érdekem, hát az enyém is ma társadalom együtt élünk, és hogyha maga rosszul csinálok, akkor nekem is rossz lesz, hanem hogy valahol ő tudja ezeket a folyamatokat saját maga is kezelni. Tehát nem tudja, mert senki nem mondja neki, meg a lelke nagy rakartól le van zárva, hogy Isten, és elég bújik a lelki ismeret, még itt nem baj lesz. Érdekes a téma, erről lehet beszélni napokat, hónapokat, könyvtári anyag is van erről megírva, van amelyik azt gondolom, hogy tehát ugye megint a lélek kérdés, hogy a tudomány az olyan, hogy mindenre foglalkozik. A tudomány az azt szereti, hogy meg lehet mérni. Van kiterjedése, van hossza, szélessége, nagysága, tömegsége, csak nagyon jó. Ezek a dolgoknál ugye a filozófiai magaslatokba kell menni, és akkor valamit a társadalmi összefüggésekből kihámozni. Hát ez néha jó sikerül, néha kevésbé jó sikerül. Ja, vannak örökérvényi dolgok, vannak, amelyek meg változnak naponta, azt kérdezik, hogy mégsem volt, hogy szóljál, hogy kezdjük a másikat. Hát az alapokat kéne valahol tudni. Hát hogy Freynek ez a hármas évek hatására épülve működik az egész rendszer, úgy kéne az egészet alapjaiban megkeresni, megnézni, és akkor kezdjük. No, köszönöm szépen még ezt a figyelmüket. A kollégák is adománygyűjtők dolgot, és az egészséges a világ egészséget megére, hogyha egy pár forintot vagy a lehetőségekhez mérten egy kis adományról hozzájárulnak, nem lehetsz meg az Egészségesebb Élet Egyesületnek a működéséhez. Azt köszönöm, hogy tehetsz az Egyesületnek, mert köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak. És hát lesz ennek egy folytatása, 19-ére van tervezve egy következő ilyen előadás. Tehát ha ezt tetszett és úgy gondolják, hogy érdemes eljön, akkor szeretettel is szívesen látom, hogy a világ.